Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik csatlakoznak hozzánk. Ez az Egy Csésze Egészség, a Betesda Gyermekkórház gyermekegészségügyi sorozata. És már szóltunk más epizódokban is az egészsérült gyermekekről, és ez nagyon-nagyon hangsúlyos a Betesda Gyermekkórházban. Most is ilyesmiről lesz szó. Dr. Vajtai Luca, plasztikai és egészsebész szakorvos a vendégem. Szervusz, Luca! Igen, nehéz ezt szétválasztani, gondolom, az egészsebészetet és a plasztikai sebészetet, hiszen valószínűleg, mondja az amatőr, és majd kijavítja a szakember, hogy már az első sebészeti beavatkozásoknál is, gondolom, ott van a fejekben, a gondolatokban, hogy ebből aztán mi lesz, ezt hogy lehet majd helyreállítani. Jól sejtem én ezt? Vagy... Igen, hát nincsen külön égés sebészi szemünk, meg plasztikai sebészet, hogy bennünk van mind a kettő mindig. Tehát ha már az első alkalom, amikor látunk egy égési sérültet, akkor nem tudunk elvonatkoztatni, hogy majd mi lesz ebből a meggyógyult, és mi lesz, ha megnő. Tehát igen. Amikor az égés sebészeti beavatkozások vannak, azok milyen jellegűek? Hál' Istennek, nekem erről nincs közvetlen tapasztalatom. Lehet, hogy ezért is kérdezek naívakat vagy rosszakat. De hogy az ember azt mondja, hogy el kell távolítani bőrt, pótolni kell bőrt, de, vagy másfajta műtétekről is szó lehet ilyenkor? Menjünk akkor sorjába. Tehát beérkezik egy égéssérült gyermek, akkor megtörténik az első ellátás, mi látunk valamit. Akkor ott már azért sok mindent látunk, mi már tudjuk, de az égésnél nem lehet első pillanatban látni, hogy most mi lesz a vége. Vannak esetek, amikor igen, de sokszor nem, mert mi ülhet meg. Akkor megnézzük a mélységét, és akkor látjuk, hogy ez bizony, sajnos ez mélyebb, ez nem fog spontán gyógyulni, biztos, hogy akut műtétre lesz szükség. Akkor beszéltünk erről az akut égés ellátásról, amikor is az elhalt bőrt, az égett bőrt eltávolítjuk. Ugye itt akkor bőrhiányunk lesz, amit pótolni kell. Most, hogyha nagy égetről beszélünk, ahol nincsen épp bőrünk, amivel pótolhatnánk, akkor ugye jönnek az ideiglenes pótlások, bőrpótló eljárások. Amikor beszélünk konkrétan egy kisebbről, amikor mondjuk egy pár százalékos mély égés, eltávolítjuk, és ott akkor még helyben fedjük is. Tehát ugye saját bőrrel akkor tudjuk is a hámhiányt pótolni. És akkor ez az égés műtét. De gondolom, ez sősabb esetekben érinthet izmokat, idegeket, ez ereket. Ez akár amputációig megy, tehát hogy ez csontot is érinthet, tehát hogy ugye, a különböző mélységekig érinthet, illetve hát nem lehet egészen csontig is. Ugye a Betesda nagyon sajátos helyzetben van, mert gyakorlatilag az egyetlen gyermekkórház, ahol ilyen szinten ellátják az égéssérülteket. Miért van az, hogy vagy ennyire kevesebb a gyermek égéssérült? Nem. Nem. Sokkal kevesebb ilyen gyermekkórháza, mint felnőtt. Így van. A kórházi ellátást igénylő égéssérültek 47%-a a 0-18 éves kor közé esik, és ezt a súlyos égetteket csak Magyarországon csak a Betesda gyermekkórházban látjuk el. Tehát az ország teljes területéről, ha súlyos éget sérülés történik, akkor az hozzánk kerül. Felnőtt esetében 5 centrum van Magyarországon. Tehát nagyon aránytalan. Miközben a fele gyerek gyakorlatilag. Így van. Tehát a felére jutunk mi egyedül, és a másik felére jut 5 centrum. És az orvosok számát tekintve hasonló az arány? Az orvosok számát tekintve Magyarországon, tehát magyar állami kórházban plasztikai sebész 8 darab dolgozik gyermekellátásban. Ebből nálunk, tehát aki égéssel foglalkozik, vagyunk 5-en. Szakorvosok. Tehát, hogy... Történik ezzel valami? Vagy ez így, nem úgy tűnik a laikus számára, hogy ez így most akkor jó? Hát... Tehát, hogy ez elégséges? Vagy ez hogy van? Elégséges. Merem azért azt gondolom, hogy azért el tudjuk látni. Nyilván nem kevés munka, meg nem könnyű, de el vannak látva az égettek. Kellene történnie, tehát biztos, hogy ez így nem arányos. Beszéljünk inkább arról, hogy ugye nem csak az égéssérülteknél, de főleg az égéssérülteknél, ahol ugye plasztikai beavatkozások is történnek. Itt szemben a felnőttekkel nagyon komoly probléma, hogy itt még növésben lévő emberkékről van szó. Tehát ez egy nagyon hosszan elhúzódó folyamat, ugye? Ez egy nagyon hosszú. Tehát, hogy aki beteszi a lábát hozzánk, sajnos, akivel találkozunk, az általában ugye 18 éves korig jár hozzánk, és visszajárunk, mert nagyon-nagyon gyorsan nőnek, a heg pedig nem fog nőni. Tehát biztos, hogy szükség lesz még beavatkozásra. Sok beavatkozás, sok műtét, újra meg újra.
uh-huh. nem egy... Tehát ez egész egyszerűen ezek az újra meg újra műtétek csak abból, nincs semmi probléma, csak abból az, hogy fakad, nő. Hogy nem egy formán. Hát egy gyermek ugye egy év alatt simán nő 6-7 centit. Uh-huh. Tehát, hogy nekem például most kisfiam 7 centit nőtt egy év alatt. Tehát, hogy uh-huh. egy heg nem nő, egy 7 centis nővés, vagy egy 10 centis nővés, de akár beszéljünk csak 5 centiről, uh-huh. az egy hegnél, meg egy uh-huh. tehát ugye az már akkor a mozgásfunkcióban uh-huh. Ugye beszűkíti, tehát, hogy az már panaszos lesz, és muszáj lesz megint lépni. Tehát, uh-huh. hogy ez újra meg újra. Mennyit tud ez magától regenerálódni? Regenerálódik-e egyáltalán magától? Mert a heg? Hát a heg, a bőr, a seb, a nem tudom. De a gyerekek csodákra képesek. Tehát, hogy tényleg sokkal jobban gyógyulnak, mint a felnőttek. Félelmetes akaratuk van, meg fegyelmük, egyébként sokkal ügyesebbek, mint a felnőttek. És azért nyilvánvalóan gyógyul, meg regenerálódik, meg mindent megteszünk, ugye ez egy csapatmunka, tehát mi égésebbészek ellátjuk, de ott van gyógytorna, rehabilitáció, úgyhogy de gyógyulnak. Vagy... Véget ér ez a folyamat akkor, amikor megáll ez a növés? Hogy hát megáll a növés, akkor ugye van egy adott állapotunk, ami után nem fog változni, igen, az úgy marad akkor. Uh-huh. De hát, tehát az igen. a szülő, meg az a gyerek, aki sérül, és aki plasztikai műtétekre kényszerül az égési sérülése miatt, számolhat azzal, hogyha a gyerek növekedése befejeződik, akkor ez egy beálló állapot akkor lesz az egész életére? Ez már nem fogja zavarni, igen, viszont akkor ugye eljutottunk oda, hogy ő felnőtt, pubertás, akkor más fogja zavarni, akkor már nem akkor a esztétika? Funkció, hanem az esztétika fog előtérbe jönni, hogy akkor uh-huh. meg ilyen problémákkal fog felkeresni, uh-huh. vagy tud felkeresni. Mennyire minket. Javíthatóak ezek? Mert ugye azt halljuk, meg azt látjuk a világban, hogy plasztikai sebészet csodákat tesz, és átalakulnak emberek. Ezek a fajta sérülések mennyire javíthatók esztétikai szempontból? Hát szépíteni mindig lehet, meg javítani. Én azt gondolom, hogy eltüntetni nem lehet. Tehát egy ilyen égési sérülésnek mindig lesz nyoma, és nem... Amire mi azt mondjuk, hogy szép, az mondjuk egy, ez például amikor egy szülő sokáig jár hozza a gyerekét, és mi kiadjuk ilyen boldogan, hogy meggyógyult, szép, és levesz, ugye lekerül a kötés, és egyszerűen látjuk az arcán, hogy elborzad, mert tehát, hogy meg kell szokni. Tehát, hogy uh-huh. ezt akarom ezzel kifejezni, hogy nem, tehát, hogy szép nem lesz, nem fog eltűnni, de mindig uh-huh. lehet egy kicsit segíteni, fejlődik a tudomány is, azért akkor, tehát, hogy uh-huh. nem szabad feladni, meg kell. De most nyilván ez az esztétikai kérdés, ez nem csak az égészsérülteknél releváns, hanem a kamasz gyerekeknél, aki egyszer csak rájön, hogy neki tudom én, nagy füle van, nagy óra van. Az nem is kamaszkorban, vagy... már hamarabb, óvodáskorban piszkálódnak nagy füllel, igen. Uh-huh. És ezt, mi ezt úgy is szoktuk, hogy egy elálló fülnél például 6 éves kor az ideális, még iskola előtt, mert azért gonoszkodnak a gyerekek, tehát egy ilyen elálló fül nagyon megkeserítheti. Aha. Az életét. Ja, tehát nem is orvos technikai szempontból ideális 6 évesen, hanem pszichológiailag? Igen, igen, uh-huh. igen. Orvos technikai szempontból igazából egy 6 éves gyereket is altatásba fogjuk, mert nem, egy 6 éves gyerek nem fog, vagy tisztelt a kivételek, nagyon kevés 6 éves gyerek, aki végig feküdne egy ilyen műtétet uh-huh. helyérzésteremtésbe, de itt inkább a pszichés. Meg az, hogy a közösségbe kerül, és igaz, hogy óvodába járt, mert de más az óvoda, ott azért uh-huh. még védettebb, illetve iskolába ott azért már. Uh-huh. Tehát egy elállófülnél azt mondjuk, hogy 6 éves uh-huh. kor. Ha jól tudom, akkor vannak országok, ahol nagyon komoly szabályozás van, hogy egy gyereknél milyen plasztikai sebészeti beavatkozásokat lehet csinálni, de Magyarországon nem nagyon. Magyarországon nincsen ez még. Semmi? Nincsen. Nincsen. És akkor ez az orvosra van bízva? Igen, és ez egy nagyon komoly felelősség. Tehát ezt azért nem szabad elengedni, meg kiengedni a kezünkből, meg hát ezt kell szabályozni a jövőben, biztos, hogy erre majd lesznek. De magyarán szóval, hogyha jön egy szülő, hogy a gyerekének nagy füle van, akkor az orvos felelőssége eldönteni, hogy ezt igen, tényleg, tényleg nagy füle van, vagy ez azért nem olyan nagy fül, hogy meg kéne műteni. Alapvetően most egy szülő bejelentkezik, hogy a gyerek, hogy a kisfiúnak, kislánynak nagy a füle, rendben, a szülőnek nem tetszik, de beszéljünk a gyermekkel, hogy mi a helyzet a gyerekkel, hogy neki, tehát most tényleg anyukának nem tetszik a fül, mert nem így képzelt el a kisfiát, uh-huh. vagy a gyereknek. Tehát nagyon fontos, nyilván fontos a szülői beleegyezés, de a gyermeknek, hogy ez a gyermektől jöjjön, hogy őt zavarja, ő akarja. Uh-huh. Ugye neki kell utána végigcsinálni a gyógyulási időt, tehát neki nem szabad mozogni, tehát hogy neki kell lemondani a sok mindenről rövid távon, uh-huh. tehát nem a szülőnek kell ezt eldöntenie, de
nek is benne kell lenni. Szóval, akkor beszélünk az ülő gyerekkel, és többször találkozunk, tehát nincs olyan, hogy akkor bejön, hogy neki nagy a füle, és nem szeretné, és akkor, akkor holnap megcsináljuk, hanem adunk neki végig gondolást, hogy menjen haza, beszéljék át, jöjjön vissza még egyszer, pár hónap múlva megint átbeszélni, és akkor úgy szépen levezetni. Meg nagy beavatkozásoknál pszichiátriai vizsgálatot szoktunk mindenképpen. Most egy pont, hogy fülnél nem, azt nem tartjuk nem, nagynak, de nyilván lehet egy kötöst elváltozás, ahol van, már egy pszichiáter vagy pszichológus? Pszichiátriai vizsgálatot szoktunk. És gyakorlatilag akkor történik meg a műtét, hogyha mindenki egyetért, gyerek, szülő, orvos, pszichiáter. Illetve az az idő, ami ugye ilyen kivárási, vagy ilyen, tehát hogy ilyen meggondolási idő, hogy legyen esélye meggondolni magát. Ugye kis beavatkozásoknál 7 nap minimum, tehát hogyha egy anyajegy eltávolítás, vagy ilyen apróságokról, akkor azt mondjuk, hogy egy hétre lehet adni, hogy mondjuk bejön hétfőn, és azt mondom, hogy gondold végig, de jövő hétfőn akkor meg lehet ezt csinálni, mert nem. De egy nagyobb műtétnél például azért, mint egy fülnél, és nem nagy műtét, de azért az egy nagyobb változás, egy 3 hónap. Most időt azért hagyunk, hogy végig gondolja, legyen esélye meggondolni magát, többször átbeszélni vele, hogy a szövődmények lehetőségeid, a felépülési idő, meg egyáltalán, hogy reális elvárásai vannak a műtéttel kapcsolatban, nem csak a füllel kapcsolatosan, hanem akár más, mint itt, hogy tudja-e, hogy most azért ez nem egy varázspálca, meg nem varázsoljuk, hanem ott azért, hogy mi lesz az eredmény. Tehát ez egy hosszú beszélgetés, meg egy óvatos figyelni kell. Te gondolom más a kicsiknél. A kicsiknél nyilván ez akkor kerül szóba, hogyha elkezdik csúfolni, és akkor rájön, hogy hú, engem csúfolnak. A kamaszoknál meg nyilván jön ez az önképzavar, meg a testképzavar, meg hogy ő azt gondolja, főleg gondolom a kislányok, tehát, vagy a kamaszlányok, hogy ő belenéz a tükörbe, és nem úgy néz ki, mint a nem tudom én kicsoda a TikTokon. Igen, de a kamaszoknál nagyon érdekes, hogy ott inkább azt mondjuk meg, hogy inkább ők bele akarnak, vagy így, tehát bele akarnak olvadni, nem akarnak kitűnni. Tehát, hogy például, ha beszélünk kislányokról, nagylányokról, hogy ő nem akarja, hogy feltűnő legyen, nagyon nagy melle van, vagy emlő aszimetriája van. Tehát, hogy ő nem akarja, ő azt akarja, hogy ugyanolyan legyen, mint a többiek, és ne lógjon ki a sorból. Tehát, hogy mint egy felnőtt, ha elmegy ugye egy plasztikai sebészet, akkor azért kitűnni akar szebb. Most, de gyermeknek más a motivációja, vagy itt fiatal serdülőknek. De például egy ilyen kamaszlánynál hasonló a folyamat? Beszélgetni vele, szülővel, pszichiáterrel, pszichológussal, orvossal? Ez egy valós műtét probléma, vagy csak neki van egy testképzavara? Mondom, nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy, azért látjuk. Tehát mondjuk bejön egy ilyen kislány, egy 15-16 éves kislány, egy fejlődés rendenséggel, egy súlyos emlőaszimetriával, akkor tényleg ránéz az ember, hogy jó, az egyértelmű. Le se akarja venni a pólóját. Tehát, hogy azt látjuk, hogy ez itt nem. Kérdés, akkor is vele kell megbeszélni, hogy biztos, hogy mi zavarja, mit szeretne, hogy szeretné. Itt az ugye ez már nagy beavatkozás, tehát itt, amiket az előbb elmítettem, azért pszichiátriai vizsgálat, illetve hosszabb idő. De mérlegelünk mi is. Most nem ez ilyen egyértelmű esetek, hogy egy kisebb mellé, mondjuk bejön egy kislány, hogy kicsi a mellé, és ő nagy melleket szeretne, mert a TikTokon azt látta, nyilván nem. Tehát, hogy ezért ez erről. És az orvos mondhat erre nemet? Természetesen, hát vannak országok, ahol 18 év alatt implantátumot be sem lehet helyezni. Tehát és Magyarországon? Magyarországon nincsenek erre. Erre sincs? Tehát akár egy 16 évesnek is lehetne implantátumot? Igen, de nem helyez be plasztikai sebészet. Nyilván van olyan eset, tehát előfordulhat olyan eset, olyan fejlődésrendelség, de azért, hogy nagyon melegyen, én azt gondolom, hogy nem. Egyetem mennyire gyakori az, hogy bejönnek nem valós problémák? Nem gyakori. Általában ezek a gyerekek, akik eljutnak hozzánk, hogy bejönnek, tényleg valós és komoly szorongást okoz, nem megy testnevelés órára, mert nem vetkőzik, mert hogy nem öltözik át, ne takarja, bőpolókba jár, és látszik rajtuk, hogy ez komolyan megviseli őket, és megnehezíti az életüket. Nem tud sportolni, hogy ezek valóság. Ezeknél a fajta beavatkozásoknál is ott van a probléma, hogy még növésben van a gyerek, tehát változhat? Egy 17 éves lánynak valószínűleg már nem fog. Már kevésbé. Igen. De mondjuk egy 13 éves, 14, igen. Tehát ezt tudjuk nagyjából, meg látszik azért, hogy mi az a kor, amikor már nem nő a mell, vagy nem nőhet. Ja, tehát előfordul az, hogy azt mondják, hogy igen, de jobb volna 2 év múlva megcsinálni, igen, mondjuk, és akkor ez így. Igen, mondjuk, de extrém esetben nem, tehát, hogy igen, azért kivárni, hogy nagy legyen, 16-17 éves legyen. Kívülről nézve, laikus szemével nézve, már amennyire az ember érzékeli a társadalmat, meg a világot, úgy tűnik, hogy ez a plasztikai sebészet az egy nagyon gyorsan fejlődő ága az orvostudománynak. Nem tudom, hogy belülről nézve így van-e.
ez nem az orvostudomány maga, most minden nagyon gyorsan fejlődik, meg hát hihetetlen dolgokat. Minden ága, arra gondolok, hogy azért nagyon érdekes, izgalmas. Na csak azért is kérdezem ezt, hogy ez mennyiben jelenthet reményt, perspektívát például az égéssérült gyerekeknek, hogy esetleg egyszer az orvostudomány megtalálja a megoldást mondjuk egy olyan bőrelváltozásnak a sokkal szebb esztétikai megoldására, ami ma még esetleg nem megy. Szóval nem tudom, hogy látszik-e, hogy mit tud majd 5 vagy 10 év múlva a szakma. 5-10 év múlva én nem is gondolnám, hogy bármilyen olyan extra csoda felfedés lenne, ami eltüntetné ezeket a hegyeket, meg olyan nagy változás lenne, mindig lehet, meg lehet reménykedni, meg kutatni kell, gondolkozni, de bebízni kell benne, de azt gondolom, hogy azért most is nagyon sok eszköz van a kezünkben, meg sok lehetőség, amivel lehet mindig javítani, meg így dolgozni rajta, hogy jobb legyen az életminőség. Gondolom, ez elsősorban technikai? Műtéttechnikák, igen. Vagy tudományos fejlődés, vagy mindkettő? Ez mindkettő, de inkább műtéttechnika. Nem is fejlődés, mert ez sokféle műtét van, tehát rengeteg műtéti lehetőség van. Mindkettő, én azt mondanám. Nagyon nagy különbség van, lehet, hogy állnaiv a kérdés, hogyha valakinek mondjuk az arca sérül, vagy a háta, vagy a karja, vagy nem tudom, szóval ezt... Hát ez csak hogy szimplán... Nyilván esztétikai szempontból igen. De orvosilag, technikailag... Éget bőr, csak azt gondolom, hogy azért mindenkinek összeszorul a szíve, amikor meglát egy gyermeket, akinek az arca éget meg, és tudjuk jól, hogy ez élete végéig ott lesz, mint hogy a hátán van egy tenyérnyi folt, ami nagyon csúnya, nagyon ronda, de igazából. Tehát, hogy azért van különbség, igen. Meg azért, tehát, hogy az arcunkat nem tudjuk eltakarni. Illetve van olyan gyermek, aki kapucniba jár fufruval, tehát de mondjuk egy testen, tehát ugye most, hogyha az embernek még a felső test, akkor garbóba eltakarja, nem látják, annak mutatja meg, akiben megbízik, akinek akarja, de az arcon nem. Tehát én azt gondolom, hogy nagy különbség, és azért szörnyű dolog, meg ne, ez egy szomorú. Ugye az elején onnan indultunk, hogy mennyivel kevesebb a gyermekekre jutó orvosi ellátást, az egész sebészetes, és ezzel kapcsolatos plasztikai sebészet, hogy csak gyakorlatilag a Bethesda az, amelyik ezt komolyan csinálja a nagy égetteknél. Hogy mit lenne jó? Mi lenne jó, hogy lehetne tovább lépni ebben a kérdésben, meg általában a plasztikai sebészet. De azért is kérdezem, mert ugye meglepetten olvastam, hogy bár ahogy beszélgettünk, nyilván ez bizonyos tekintetben indokolt, hogy egy országos gyermek emlőcentrum kialakítása is jó lenne, vagy cél. Igen, nagyon szeretnénk, tervezünk, dolgozunk rajta. Igazából ugye ott vagyunk égéssebészek, de égés és plasztikai sebészek, és ez nagyon nehéz, hogy nincs külön égéssebész, nincs külön plasztikai sebész, ez egybe van, ez egy szakképesítés. Mindenki ugyanazt tanulja, ugyanaz a szakvizsga. Tehát mi, akik ott az égéssel foglalkozunk, ugyanúgy foglalkozunk helyreállító sebészettel. És ezt a gyerekvonalon azt gondolom, hogy a gyermekek is megérdemlik, hogy plasztikai sebész segítséget megkapja, és ugyanúgy, mint egy daganatok esetében, fejlődési rendellenességek esetében, hogy helyreállító és rekonstrukciós műtétek elérhetőek legyenek. De emlőcentrum is ugye, fiatal lányoknak a fejlődési rendellenesség, emlőaszimetria társai, hogy tudjunk segíteni, és tudják, hogy hova kell menni, ott van egy csapat, egy multidisziplináris csapat, aki végig a tervezéstől az utógondozásig mindenre lehetőségünk van, és adott, és ez egy nagyon jó dolog. Meg erre szükség van szerintem, ez hiány. És van ennek realitása közeljövőben? Én azt gondolom, hogy van, igen. Ott vagyunk, szeretnénk csinálni, kezünkben van a tudás. Reméljük, igen, tehát a kezünkben van, igen, és energikusak vagyunk, és van beteganyag, és csinálni kell. Hát akkor úgy legyen, legyenek eszközök, és ne legyen beteg. És akkor jól lenne mindenkinek. Köszönöm szépen dr. Vajtai Lucának, és köszönöm szépen önöknek is a figyelmet. Ez volt az Egy Csésze Egészség, a Bethesda Gyermekkórház gyermekegészségügyi podcast sorozata. Keressék a sorozat más epizódjait is.